Jó estét kívánok! Önök a Szabad Európát látják. Adóparadicsomok, csalás, soha nem látott méretű botrány. A fél világ belebukhat a Panama ügybe. Mai adásunkban az offshore cégekről és azok hátteréről lesz szó. Kiderül, mi legális és mi nem. Másfél millió dokumentum, több mint 214 ezer vállalat, titkos iratok milliói szivárogtak ki egy offshore cégeket adminisztráló panamai ügyvédi iroda, a Mossack Fonseca belső anyagából. Az iratokat a német Süddeutsche Zeitung szerezte meg és ismertette, feldolgozásukban 76 ország több mint 370 újságírója vett részt. Ilyen nagyméretű kiszivárogtatásra még nem volt példa. A botrányban vezető politikusok, hírességek, labdarúgók és bűnözők is érintettek. Csak Németországban kevesebb 1000 ember és 28 bank vette igénybe a Mossack Fonseca ügyvédi iroda szolgáltatásait, de az észak-koreai atomprogram finanszírozására használt egyik fedő cég is érintett. Jó estét kívánok, üdvözlöm Lentner Csabát, aki egyetemi tanár, közgazdász, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Az lenne az első kérdésem, hogy egyes becslések szerint 8000 milliárd dollár nyugszik most jelenleg adóparadicsomokban. Honnan származik ennyi pénz, és egyáltalán van ezek között olyan, ami tiszta vagyonnak minősül? 8000 milliárd fölé tenném én azt az összeget, amelyet az amerikai hírszerzési hivatal ismer, akár ezért 20000 milliárd dollár is lehet, ami offshore számlákon van elhelyezve. Én azt gondolom, hogy van ennyi pénz a világban, tehát reálisak ezek a becslések, tehát maradjunk abban, 8000 és 20000 milliárd dolláros intervallumban van azoknak a pénzeknek az összege, amelyek adóhatóságok elől elbújtatva lettek, illetve kifejezetten olyan pénzek, amelyek korrupcióból, visszaélésekből keletkeztek, és ahol megszerezték a érintett állampolgárok jelentős összegeket, gyorsan ki is vitték az adott országból egy olyan területre, amely a nemzeti adóhatóságnak a látóköréből kikerül. A privatizációból, a kábítószer kereskedelemből, jelentős összegek keletkeznek évről évre folyamatosan. Kelet-Európában nem kicsi azon tételeknek a száma, amelyek a 80-as évek végétől a nemzeti vagyon értékesítéséből származtak, és a kormányhivatalok, országgyűlési képviselők, szenátorok, úgymond, akik közreműködtek a nem szabályos privatizációk, áronaluli privatizációk lebonyolításában. Hát az a lényeg, hogy kenőpénzeket kaptak, és gyorsan ki is menekítették azt a pénzt az országból, amit hát ezért a tevékenységért kaptak, de nem is kellett sokszor menekíteni, mert eleve már általuk nyitott offshore számlákra mentek a megvesztegetési pénzek, aztán szescsempészetből, gabonakereskedelemből, áfa visszaélésekből, illetve Magyarországon a 90-es évekre, ha visszagondolunk, az olajszőkítésből óriási pénzek keletkeztek. A Szovjetunió fegyverarzenáljának az értékesítéséből a 90-es években. Ezek egyértelműen visszaérés gyanús ügyletek voltak, és azok, akik ebbe közreműködtek, az első dolguk volt, hogy a pénzt eltüntessék, majd különböző már legális csatornákon visszahozzák az üzleti gazdaság életbe ezeket a pénzeket. Ez azért érdekes, amit mond, mert én egy teljesen hiteles forrásból vettem ezt az összeget. Ezek szerint különböző becslések vannak, hogy hány milliárd dollárnyi összeg nyugszik különböző ilyen jellegű adóparadicsomokban. Ha már viszont exakt szám, akkor megpróbálkozom még egyel. Az Opten Kft. Számításai szerint kb. 400 magyarországi cég érintett ilyen offshore háttérrel. Ez reális összeg ön szerint, vagy reális szám, illetve milyen jellegű cégekről beszélhetünk? Reális ez a szám, de ugye hangsúlyoznunk kell azt, hogy itt cég offshore háttérrel, de rengeteg, több tízezerre tehető azon magyar állampolgároknak a száma, akik mint természetes személy nyitottak offshore számlát és offshore cégben vagyonnal rendelkeznek. A offshore vonatkozásában megbecslések vannak. Én alapvetően, mikor a 20000 milliárd dollárt mondtam, egyrészt az amerikai hírszerzési hivatal adataira, nyilvános adataira támaszkodtam, másik pedig a Tax Justice
network hálózatra, ebben civil jogászok, ügyvédek, szociológusok, pénzügyi szakemberek vesznek részt, és az a céljuk, hogy a világnak a nem tisztességes pénzügyi tranzakcióit felbecsüljék, több évtizedes kutatás van a hátuk mögött. 2004-ben az Európai Bíróság hozott egy döntést, és megkülönböztette az adó tervezés és az adó kikerülés fogalmait. Pontosan azért lényeges ez a megállapítás, hiszen azt hiszem, nehéz az elválasztó vonalat meghatározni, talán ön is alátámasztja. Igen, igen, a 2001/73-as EGK irányelv, amely az Európai Unióban lényegében a pénzmosást, offshore tevékenységet és a legális adótervezést egymástól jogszabályi hierarchiában, alapok szintjén elválasztja, és itt az adótervezés, ugye vegyük először ezt a legális tevékenységet, hangsúlyozni kell, hogy maga az offshore cég, hogyha az szabályszerűen van működtetve, tehát a minimális szabályokat betartják, amely vonatkozik rájuk, tehát a pénzzel vagyonnal rendelkező nem a nemzeti adóhatóságok elől tünteti el a vagyont, meg nem korrupcióból származik a pénz, amit betesz az offshore számlára, hát kétségtelen, hogy van adótervezés. Tehát adótervezésnek egy módja, hogyha olyan államba viszem át a vállalatomnak a székhelyét, ahol minimális adók vannak, illetve minimális a nyilvántartás, könyvetési kötelezettség, nincsen auditáció, és hát nem annyira névhez kötött a tulajdonlásnak a ténye, illetve az ügyvezetésnek a ténye. Tehát vannak ilyen offshore cégek. Hát gondoljuk abba bele, hogy az orosz titkos szolgálatok, a KGB vagy a CIA a külföldön dolgozó ügynökeit, esetleg a rejtett ügynökeit, hát nem úgy fizeti, hogy a adott ügynöknek, titkos ügynöknek a számlájára, a számláján megrendik a pénz, mint a CIA, mint feladó, vagy a KGB, mint feladó, tehát a úgymond bizonyos helyzetekben szükség van offshore cégekre. Tehát nem minden offshore kifogásolható, de az az offshore, amely bűncselekményhez kötődik a pénznek a megszerzése, tehát illegális tevékenységből származik, és úgy kerül be offshore számlára, hát az visszataszító, erkölcstelen, és megkockáztatom, hogy a offshore állam joga szerint nem vizsgálják ennek a körülményeit, de ahonnan kikerül a pénz, az hát ott mindenképpen bűncselekménybe ütközik. A titkos ügynökök nem lakossági folyószámlát vezetnek, ezek szerint ezt is megtudhattuk. Miért Panama a szimbóluma egyébként ennek az egész mostani folyamatnak, már régebbre visszavezethetőleg? Ugye 1919-től beszélnek arról, hogy Panama adóparadicsommá vált, de közben a Seychelles-szigetek, Kajmán-szigetek több helyszín is felmerült. Na de miért pont Panama? Hát most, hogy miért pont Panamában robbant ki ez a botrány, ezt nehéz megmondani, mert 73 olyan offshore övezet van a világban, sziget, állam, ahol hát az adó szabályok meglehetősen liberalizáltak, és offshore tevékenységre lehetőség van. Hát miért a Panama? Hát más vonatkozásban, más helyeken már voltak offshore botrányok, de én azt gondolom, hogy itt az ügyfélkör az érdekes a panamai botrány kapcsán, hogy kik azok a személyek, kik azok a politikai potentáltak, akiknek a neve most felszínre került. Én megkockáztatom azt, hogy olyan célzatja is lehetett ennek a kirobbantásnak, hogy a világ pénzügyi rendszerében, a világ politikai rendszerében, a mainstreamben az azzal szembe menő politikai vezetők vagy politikai irányzatok is bukásra kerüljenek. Most nem valami több ezer számla került két vagy számla tulajdonos, de hát nem a több ezeren van a hangsúly, hanem azon az egyen vagy kettő olyan politikai vezetőn, aki ezzel az irányzattal szembe ment, ami most a világnak a mainstreamje, a fő árama. Erre még vissza fogunk térni, de még a második rész előtt egy olyan fontos kérdést hadd tegyek föl. Vannak, akik már mosogatják az adóparadicsomokat, és azt mondják, hogy ők nem tesznek más, csak anélkül, hogy működő tőkét vonzanának be, vagy mondjuk ipari termelést gerjesztenének, úgy jutnak különböző bevételekhez, hogy számlákat engedélyeznek, amely számlák vonatkozásában csekélyebb az adóteher, csekélyebb a kezelési költség, tehát próbálják egy kicsit, hogy úgy mondjam, fehéríteni ezt a fajta szegmensét a pénzügyi világnak. Ön ezt hogyan értékeli? Hát arról van szó, hogy a világban azon üzleti köröknek a száma, vagy üzletembereknek a száma, akik 30 millió
dollárnál többel rendelkeznek, azok a világ összes magán vagyonának a 30%-át birtokolják. A következő kategória az 1 millió és 30 millió közötti vagyonnal rendelkező üzletembereknek a száma, az a világ összes vagyonából 51%-kal részesednek. Tehát mondhatom azt, hogy azon személyek, akiknek 1 millió dollárnál több pénzük van, ők a világ összes pénzügyi magánvagyonának több mint 70%-át jelenti. Na most ezek az üzletemberek lényegében a politikai életet, a bankszektort a kezükben tartják, és hát lényegében ahol van a pénz, akik forrásokkal rendelkeznek, azok képesek arra, hogy a világgazdaságnak, az egyes nemzetgazdaságoknak, politikai rendszereknek a működését befolyásolják, mert azok a pénzek, amik kikerülnek offshore-ba, illetve vannak olyan bankok, amelyek kifejezetten offshore tevékenységet végeznek, és ezek nem offshore államok területén vannak, hiszen a Goldman Sachs-re, ha utalok, vagy a UBC svájci bankra, vagy a Credit Suisse svájci bankra, hát ők elismert bankok, és nem mint offshore bankok ismertek, na de hát olyan fajta tevékenységet végeznek a nagy nemzetközi trösztöknek, hogy a vezetőiknek úgymond ilyen privát bankár szolgáltatásokat is végeznek, és az a lényeg, hogy ők aztán végképp azt teszik, hogy optimalizálják ezeknek a magánvagyonoknak a áramoltatását, oda tegyék be, oda javasolják betenni, ahol kisebb az adó, kisebb a nemzeti ellenőrzés. Tehát mindaddig, amíg a világgazdaság úgy van fölépítve, hogy a tőkére, a vagyonra és az általa megtestesülő befolyásra épül, addig ez az offshore tevékenység ez nem zárható ki a életünkből. Tehát egy emberöltőkön átívelő folyamatról van szó, tehát mint mondta 1913 van ez a panamai offshore lehetőség. Én azt gondolom, hogy még nagyon hosszú évekig, évtizedekig, évszázadokig is az offshore tevékenység meg lesz, sőt, megkockáztatom, erősödni fog. 2007 óta a világban az offshore övezetekbe való pénzkiutalás fölgyorsult. Az 50 legnagyobb banknál éves szinten 16%-kal emelkedett meg az offshore számlákra kiutalt pénznek az összege, és a világ 2007 óta kevesebbet költ válságkezelésre, tehát kisebb a válságkezelési összeg, mint ami pénz offshore-ba kimegy. Tehát a legális szférát egyre nagyobb mértékben hagyják el a rejtett pénzek. Innen folytatjuk, előbb azonban nézzük, mi jöhet a botrányt követően, hogyan reagált a világ erre az ügyre. A történteket követően világszerte vizsgálat indult. A nagyhatalmak nemzetközi összefogást és nyomásgyakorlást sürgettek Panamával szemben. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet főtitkára pedig egyenesen úgy fogalmazott, az ország az adózási átláthatóság erősítését célzó erőfeszítések utolsó nagy kerékkötője. A bírálatokat követően a panamai kormány bejelentette, hazai és nemzetközi szakértőkből álló, a közép-amerikai állam pénzügyi gyakorlatait vizsgáló bizottságot hoz létre a külügyminisztérium felügyelete alatt, amelynek feladata az ország pénzügyi gyakorlatainak értékelése lesz, továbbá az új intézkedésekre vonatkozó javaslattétel. A bizottság munkájának eredményeit megosztják a világ többi országával is azért, hogy átláthatóbbá tegyék Panama jogi és pénzügyi rendszerét. Folytassuk onnan, amit már ön is megkezdett témát. Mennyire sároz be egy politikust, egy vezető politikust, aki derül róla, hogy offshore érintettsége van, vagy saját vagyona, vagy a családjának a vagyona ilyen jellegű számlákon van elhelyezve. Általában eltér-e a gazdasági felfogása az offshore számláknak és a hétköznapi vagy társadalmi megközelítése? Hát azt gondolom, hogy ha az adott politikus, akiről kiderül, hogy offshore tevékenységet végzett, akár ő közvetlenül, akár pedig a családja körében bárki, annak a meghatározó politikusról van szó, véleményformáló politikusról van szó, akkor annak a politikai karrierjének előbb-utóbb be fog sötétülni a politikai karrierje, és az a fajta politikai irányvonal, amit ő visz, az is bukásra van ítélve. Tehát ezzel a kiszivárogtatással egy politikai kurzus, egy politikai áramlat elintézhető, rövidre zárható az a fajta tevékenység, ami a mainstream-nel szembe megy. Azt gondolom, hogy most is lényegében erről van szó. Akkor nevesítsük, mondjuk ki, David Cameron
eléggé érintett az offshore botrányban, és már tüntetnek is folyamatosan, mióta kiderült a hír Londonban, Anglia különböző pontjain. Ez a társadalmi értékítéletet fejezi ki, vagy talán annál is több, ez egy megtisztulási folyamat kezdete ön szerint? Mind a kettő megtisztulási folyamat is, mert azt gondolom, hogy aki vezető politikus, annak készül, akkor azt megelőző években is olyan tevékenységet kell végezzen, amely az adott országnak a törvényei szerinti tevékenység. Tehát egy dolog az üzlet, egy másik dolog a politikai tevékenység. Na most a kettő között ugyan van átjárási lehetőség, de az, aki tiltott gazdasági tevékenységet végez, vagy nem etikus gazdasági tevékenységet végzett korábban, az ne akarjon politikus lenni. Bocsánat, ez annyira fontos, amit mond, kicsit messzire megyek, de szokás egy olyan érvet felhozni, hogy tehetős ember azért jó mondjuk egy kormány élén, mert ő biztos nem fog lopni. Elnézést, a nagyon hétköznapi, de egyébként a társadalomban bevett fogalom megemlítésért, de úgy tűnik abból nekem, amit mond, és megdöbbentő számomra, hogy például egyrészt legális bankok is a mélyben szürke vagy fekete tevékenységet folytatnak, és nem ritkán azt mondhatjuk, hogy egy-egy ilyen pénzszerzés vagy nagyobb vagyon megszerzése között titkoltan, úgyhogy néha napvilágra kerül, néha nem, nagyon komoly visszaélések vannak. Hát egyértelműen erről van szó, tehát ameddig üzlet az üzlet, addig az üzlet emberek mindig is arra fognak törekedni, hogy mindig minél kevesebbet adózzanak, és az államnak az ellenőrző, szabályozó tevékenysége minél kisebb legyen. Egy kitérő példát mondok, a 29-33-as válság ellen az Egyesült Államokban, hogy ez ne ismétlődjön meg, a Glass-Steagall törvényt bevezették. Ez a Glass-Steagall törvény lényegében az amerikai pénzpiacoknak a nagyon kemény szabályozása volt. Na most az üzleti lobbinak több évtizedig tartott, és Bill Clinton kormányzása idején sikerült eltöröltetni azokat a bankműködésre vonatkozó állami ellenőrzési szabályokat, amely az üzleti banki élet megítése szerint a nyereség termelésnek a gyorsaságát, hatékonyságát csökkentette. Bocsánat, hogy, mert ezt még talán én is értem, ugye ez a befektetési bankok és a kereskedelmi bankok közötti... Ti merev szabály... Húzás, igen, eltörlések, Glass-Steagall törvény 29-33. Tehát nem, és ezt lehet... Clintonnak a bűne mondhatjuk? Mondhatjuk, igen, igen, Bill Clinton eltörölte. De miért törölte el? Azért törölte el, mert a kimutatások szerint Egyesült Államokban legális a lobby tevékenység. Hát az üzleti lobby 4 millió dollárt költött a 2000-es években arra, hogy az amerikai törvényhozási tevékenységet befolyásolja. Tehát ami legális, 4 millió dollár. Na most, hát nyilván ez a hivatalos összeg. Most azon túl, hogy különböző offshore cégekből mennyit költettek, ami hát nehezen nyomon követhető, hát az elképesztő összeg. Tehát minél kisebb adóterhelés, minél kisebb állami szabályozás és ellenőrzés, az üzleti tevékenység annak a profit rátája, nyereség szintje annál erősebben fokozható. Tanár úr, hadd kérdezzem meg, van egy olyan adoma, nem tudom mennyire igaz, hogy a Las Vegas-i kaszinóknak csak a bevétel 1%-át kell befizetniük, viszont ott senki nem csal adót, mindegyik kaszinó bevallja a maga teljes bevételét, nincs adókikerülés, nincs adóelhallgatás. Nem lenne ez akkor észszerűbb, vagy egyszerűen ez adómorál függő, és hiába vezetnék ezt be mondjuk, ne példálozzunk Közép-Kelet-Európában, mondjuk Ukrajnában, ott ezt az 1%-ot is elcsalnák. Kicsit Ukrajnában elcsalnák, Oroszországban is elcsalnák, és a következő véget, tehát az, hogy felgyorsult az offshore tevékenység itt Kelet-Európában, és főleg a rendszerváltozásnak az idejétől, az az, hogy sem Oroszországban, sem Ukrajnában nem volt biztos annak a vagyonnak a megtartása, amelyet a szabálytalan, erkölcstelen privatizáció révén egyes kormányhivatalok meg tudtak szerezni. Tehát nem volt arra garancia, még adott kormányzati cikluson belül is, hogy meg tudja tartani azt a vagyont. Tehát minél gyorsabban Oroszországból, Lengyelországból, Magyarországról ki kellett vinni Ukrajnából, ki kellett vinni azt a pénzt, amely
szabálytalan elkösten úton jutott a kormányzati tisztviselőkhöz. Ez nagyon fontos, amit mond Orbán Viktor miniszterelnök úr, azt mondta legutóbbi pénteki rádióinterjújában, hogy elsősorban a szocialista nagy tőkésekhez köthető Magyarországon az offshorozás, viszont a panamai botrány kapcsán ő elrendeli, hogy a titkosszolgálatokat felügyelő miniszter, a pénzügyeket, vagy illetve az adózást felügyelő miniszter folytasson egy alapos vizsgálatot. Miért van erre szükség? Azért van szükség, mert az a pénz, ami kimegy offshore-ba, tehát kimenekítik a pénzt offshore tevékenységbe, az illegális pénz. Amikor az offshore számláról, vagy az offshore bankról az a pénz, hogy újabb profitot termeljen magának, az bejön jellemzően a politikai életben, ott döntéshozókat, kormánytisztviselőket, országgyűlési képviselőket megvesztegető befolyásoló célzattal jön be, aztán az a pénz, aminek piszkos az eredete lényegében, az újabb szabálytalan, visszás gazdasági cselekményeket fog indukálni. Tehát magyarul korrupcióból származó pénz visszajön, legalizálják, hova fektetik be jellemzően kábítószerkereskedelembe, szercsempészetbe, állami adótörvényeknek a kijátszásába, adótörvényeknek a képviselők általi fellazításába. Tehát a piszkos pénznek az eredete kétségtelenül újabb és újabb politikai és gazdasági visszaéléseket fog szülni, tehát abból a pénzből, ami offshore-ba megy, és offshore számláról visszajön, abból nem lesz általában gazdasági növekedés, abból nem lesz az államnak több adóbevétele, és nem lesz foglalkoztatás bővítés. Tehát az a pénz, az a rendszerben jelen lesz, de rossz dolgokhoz, újabb és újabb rossz dolgokhoz fog vezetni. Kicsit több, mint fél percünk van. Ha arra tetszene röviden választ adni, hogy az Uniót mennyire fogja ez a panamai botrány megrengetni gazdaságilag? Hát gazdaságilag megfogja, és az az érdekes ebben az egészben, hogy a kormányok, az európai kormányok, de maga a brüsszeli kormányzás és az Európai Uniónak a kormányzása az offshore ellen jogszabályokkal egyre kevésbé tud föllépni. És szükség van, vagy ez a Süddeutsche Zeitung német újság, hogy kiszivárogtatta, én megkockáztatom, hogy a Süddeutsche Zeitung mögött bizonyos politikai körök álltak. Akkor innen folytatjuk. Nem egy magánakcióról van szó. Legközelebb azt hiszem, hogy ezt a témát még sokszor át kell beszélni. Ez volt a Szabad Európa. Jövő héten is számítunk a figyelmükre, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra! Viszontlátásra!